estét kívánok! 1944 őszén hadifogolyként vagy internáltként közel 1 millió embert hurcoltak el hazánkból a Szovjetunióba több éves kényszermunkára. 1953. november 25-én érkezett vissza Magyarországra a Gulág lágerekből szabadon bocsátott rabok egy csoportja. Ezért is lett ez a nap a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja. Az M5 História mai adásában a múlt század tragikus fejezetét járjuk körbe. Kecskeméttől Szibériáig, a Málenkei robot első állomásától az utolsóig. Tabuk és traumák, nőként életben maradni a gulágon. Szerelem az ellenséggel, tiltott kapcsolatok a túlélésért. A háromnapos munka, a kárpátaljai magyarság legnagyobb tragédiája. Mai adásunkban megpróbáljuk bemutatni azt is, hogy mi történt az elhurcolt férfiakkal és nőkkel a gulágokon, illetve milyen túlélési stratégiákkal éltek ezek az emberek, akár párkapcsolataikat is tekintve távol otthonaiktól. Magyarországot példásan meg kell büntetni, ezt jelentette ki Sztálin a II. Világháború végén, a parancsra pedig a szovjet megszállók háborús kártérítésként deportálták magyarok százezreit. Katonazubbonyt, vasutas vagy akár postás egyenruhát viselő férfiak menetét, szerelvények sorát mutatja az a néhány fénykép, amely a hadifoglyokról, illetve a szovjet kényszermunkára hurcolt emberekről készült, illetve fennmaradt. A szibériai és ukrajnai táborokban már csak propagandafotók készülhettek. A beállított és megrendezett jeleneteken, csoportképeken szereplők valódi sorsáról a túlélők számoltak be. Többek emlékét levelek őrizték meg. Sári Mihály szinkotai elhurcoltnak a levelei. Igazából őt az utcáról hurcolják el, egy teljesen civil közember, aki rosszul volt rossz helyen. Sári Mihályt egy megszökött vagy elhunyt hadifogoly helyett tehették be a vagomba, de sokszor az előre meghatározott transportlétszámot is így teljesítették a szovjet katonák. Családját a vonatból kidobált cetlikkel próbálta értesíteni. Ezek a szélposták végig viszik igazából az ő útvonalát, tehát ez egy jó forrás arra, hogy milyen útvonalon hurcolták el az embereket marhavagonokban. Neki szerencséje volt, később hazajutott élve. De nem csak az ártatlanság, az érdemek sem mentesítettek senkit, ha egyszer elfogták. Keresztes Károly Andrásnak a levelét tartom a kezemben, aki egy kifejezetten baloldali érzelmű, az ellenállási mozgalomban résztvevő ember volt, aki a háború során ugye rengeteg zsidót is bújtatott, megmentett. Ő aztán ugye Erdei Ferenc belügyminiszterhez címezi ezt a levelét, hiszen ők jó ismerősök, ugyanakkor ez sem menti meg attól, hogy őt elhurcolják tovább a Szovjetunióba. A fennmaradt csoportképeken látható, hogy a kollektív bűnösség jegyében még a német nemzetiségűeket is kényszermunkára ítélték, sokakat politikai okokból hurcoltak el. A szovjetek hasonlóan a német megszállókhoz kész listákkal érkeztek. Arra vonatkozóan, hogy kiket szeretnének politikai értelemben véve kivonni a forgalomból, ennek pedig egy nagyon fontos eszköze volt a deportálás. Közöttük azért olyan előkelő nevekről beszélünk, mint például Raoul Wallenberg. De hogy egy másik nagyon ismert és fontos magyar nevet említsek, ott van Gróf Bethlen István. A magyar miniszterelnök Moszkvában, börtönben halt meg. Varga Béla plébánosnak pedig az volt a bűne, hogy a szovjet bűnökről, a katyini mészárlásról szóló dokumentumokat nyugatra továbbította. Olyan is volt, aki önként osztozott az elhurcoltak sorsában, nők és gyerekek helyett ment a gulágra. Egy fiatal pap, akit Szerenyei Jánosnak hívtak, követi őket a kényszermunkában, és gyakorlatilag életét fogja majd értük adni, hiszen 1948-ban a bányában fogja majd az életét veszteni, ahol egy csille összenyomja majd őt. Gyakorlatilag a haláláig tartotta a lelket a foglyokban, illegálisan titokban visézett.
A kényszermunkatáborok világát, az elhurcoltak életét több kötetben dolgozta fel a Szovjetunióban 10 éven át raboskodó Rózsás János, aki később a túlélők vallomásait gyűjtötte össze. Na hát mindenről beszélünk ma. 2012 óta november 25-e a Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja, akinek pedig azt hiszem, hogy nem túlzás, ha ezt mondom, hogy személyes érdeme is, hogy ez a nap megvalósulhatott. Mencer Erzsébet itt van velünk a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi volt a motivációja, hogy ez a november 25-e ez feltétlenül emléknap legyen Magyarországon? Hát egyrészt tudtam az édesapámtól, hogy 53. november 25-én jött az első politikai rabcsoport haza Magyarországra, tehát ez számukra egy emblematikus nap volt, mert akkor volt az a bizonyos angol-magyar 6-3, amit megnyertünk, és kellett, hogy valamihez hozzákössük. És én azt gondoltam, hogy ők olyan boldogan és tele szeretettel és jó indulattal, vágyakozással jöttek haza, vagy hozták őket haza. Aztán amikor leléptek a vonatról, akkor bizony jött a szomorú valóság, hogy itt ugyanaz van, mint ami a gulág raktelepeken volt, csak esetleg a passzomány más, de egy egészen ismeretlen világba érkeztek haza. Ez volt az egyik ok. A másik pedig, hogy miért legyen emléknap. Hát számomra teljesen nyilvánvaló volt, aki 89 óta végig kísérte a szórakésznek a tevékenységét, a kárpótlási folyamatokat, hiszen édesapám államtitkárként benne volt a kárpótlási folyamatokban. Itt még az Antal kormány idején. Itt még az Antal kormány, ugye egészen 2006-ig volt Magyarországon kárpótlás, aztán a Gyurcsány kormány úgy döntött, hogy elég volt, ebből nem kell, aztán sóval behintjük, és ennyit a múltról. És én valóban azt érzékeltem, hogy miközben az édesapám sorstestvérei, a szervezetünk próbál emléktáblákat, emlékműveket létrehozni, könyvek születtek, a sajtót, a médiát, a történelmi tanárok inger küszöbét sem érte el. És én parlamenti képviselőként azt mondtam, hogy ez akkor lehetséges csak, hogy egyáltalán majd valamikor bekerüljön a történelmi könyvekben a 20. század borzalma, hogy megemlékezzünk majd 1 millió áldozatról, akik többen vannak, mint az összes politikai indítatású áldozat 1944-től 90-ig, és ez csak egy üldöztetési forma volt. Ha azt szeretnénk, hogy valóban beszéljünk róla, és végre be tudjuk gyógyítani a sebeket, és ki tudjuk beszélni magunkból, akkor kell egy emléknap. Édesapja Mencer Gusztáv, egy pár szóval elmondaná nekünk az ő történetét, egyelőre nagy vonalakban, aztán később majd a részletekbe is belemegyünk. Hát ő egy orvosegyetemista, sportoló, polgári családból származó fiatalember, aki nemcsak, hogy orvosi pályára készül, magyar bajnokként, atlétikai magyar bajnokként, kiváló sportember, és éli a 20 éves fiatalok boldog életét, amikor az utcáról, lista alapján összeszedik, és kiköt Balatonfüreden, a zeneiskola pincebörtönében, először az Andrássy úton, aztán Balatonfüreden, és ott kézzel mutatják neki először a halálra ítélést, majd azt megváltoztatják 25 évre. Nem lehetett tudni, akkor nem lehetett tudni, hogy miért, hiszen senki nem beszélt magyarul, a magyarok meg nem beszéltek oroszul. Úgyhogy azt hiszem, hogy az ő elmondása szerint 5 vagy 6 éve már politikai rabként tengette az életét különböző rabtelepeken, amikor kiderült számára, hogy őt kémkedéssel vádolják. Ki a fenének kémkedett volna, édesapám 45 tavaszán, de senkinek. Mennyi időt volt mint? 9,5 évet. A szülei ott ismerkedtek meg, igen, de? Igen. Édesapám a bányamunka mellett, vagy az éppen aktuális munka mellett, amit a rab telepen előírtak neki, a rabkórházakban felcserként orvosi tevékenységet látott el, és voltak úgynevezett gyűjtőtáborok, ahova nőket, férfiakat egyszerre zsuppoltak be, itt azt kell elgondolni, hogy 5-6 ezer ember egyszerre,
és onnan osztották szét a későbbi táborhelyükre az embereket, és édesanyám pedig szintén a rabmunka mellett, ő nővér volt, diétás nővér, ő pedig a kórházban segédkezett, és itt ismerkedtek össze, és aztán egészen érdekes módon hazafelé, a hazaúton újra összetalálkoztak. Tehát ez már ott táborszerelem volt, vagy később lett szerelem? Nem, nem is volt szerelem egyáltalán. Tehát amikor a szüleim, hála jó Istennek, hazajöttek, akkor még nem gondolták úgy, hogy ők összekötik az életüket. Édesanyám hazament Szombathelyre, édesapám hazajött Budapestre, mindenki megpróbált boldogulni, és rájöttek, hogy az akkori fiatalsággal, a korosztályuknak megfelelő hölgyekkel, férfiakkal nem tudnak szót érteni, mert hogy ugye nem mondhatják el, hogy hol voltak ők 10 évet. Tiltás, és egy egészen más gondolkodásmód, egy egészen más szocializálódás, és így aztán újra felvették egymással a kapcsolatot, összetalálkoztak, és úgy döntöttek, hogy összekötik az életüket. No, erről beszélünk még. Az elhurcoltak nyomában járva ma már akár mi magunk is kutathatunk családtagjaink után. 2021-ben a Magyar Nemzeti Levéltár új kutatóintézetet hozott létre a Szovjetunióba elhurcoltak adatbázisának feldolgozására. Ennek működésébe tekintünk be mindjárt. Megtaláltam a nagyapámat, aki civilként vitték el a Bartók Béla út, akkor Horthy Miklós útnak hívták, és a külügyminisztérium hadifogyasztának iratanyagában is megvan a nagyanyám kérelme, illetve aztán megtaláltam a kartont is, mindegyik adatbázisban lényegében benne van, nyilván halottak között nincs meg, hazaérkezett társaság. Családja történetét meséli Bognár Zalán, a Magyar Nemzeti Levéltár Gulág és Gupfi Kutatóintézetének igazgatója. Az úgynevezett ucsotnája kartocskák, vagyis nyilvántartási kartonok tartalmazzák a Szovjetunióba elhurcolt magyar nemzetiségű katonák, illetve polgári személyek adatait. Ezek már fellelhetők a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban. Ez egy óriási lehetőség és segítség, hogy minél jobban megismerjük a kinteni hadifogságot, illetve egy óriási információs kárpotlás azoknak, akiknek a szerettük valamikor szovjet fogságba került, adott esetben meghalt kint a szovjet fogságban. Azonban a magyar hadifoglyok és internáltak adatait a fogolytáborokban a legtöbb esetben magyarul nem tudó szovjet katonák vették fel. Nagyon sok elírás van a helynevekben, a személyi nevekben, sőt érdekes módon a születési dátumoknál is vannak elírások. Így egy adott személy keresésénél érdemes kiválasztani az adatbázis felületén a rendelkezésre álló legfontosabb adatot. Ilyen a vezetéknév, a keresztnév, illetve a születési és a fogságba esés helye. Viszont azt erről el kell mondani, hogy ez a közel 700.000 karton nem tartalmazza az összes szovjet fogságba került magyar személynek az adatait. Ugyanis akik itt a magyarországi táborokban, gyalogmenetben, vagy a vasúti kiszállítás alkalmán meghaltak, azok többségéről semmilyen adat nem maradt fenn. Ennek ellenére az utóbbi időben az online adatbázisnak köszönhetően több ezer esetben jártak sikerrel azok, akik hozzátartozóik után kutattak. Megnéztük tehát, hogy miként működik ez az adatbázis. Önök is kutathatnak, hogyha van kutatni valójuk ebben az adatbázisban. Bognár Zalánnal innen folytatjuk. Jó estét kívánok! Jó estét önnek. Kívánok! Vannak-e már jó visszajelzések, hogy megtalálták szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, valaki, akik régóta keresték, és nem tudták, hogy hol tűntek el? Nagyon sok visszajelzés van, és nagyon sokan köszönik és örülnek, hogy egyáltalán hazakerült ez az adatbázis, vagy legalábbis ennek a digitális változata. Konkrétan Romániába több mint 1000 igazolást adott ki a Magyar Nemzeti Levéltár, hiszen ott kárpotlás van, és csak ez alapján tudnak ők kárpotlást igényelni, és az RMDSZ ebben segítette a honfitársaink. Nyilván itt az erdélyekről van szó. Az erdélyek, így van, róluk van szó. De én is találkoztam nagyon sok emberrel, meg leveleket írtak, és köszönték, hogy megtalálták a nagyapjukat, dédapjukat, vagy nagyanyukat, és hát volt, aki meg viszont az, hogy legalább tudja, hogy hol halt meg az ő valamilyen hozzátartozója, de nagyon sokan meg egyszerűen nem találják hozzátartozóikat. Tehát ugye itt közel 700.000 kartonról van szó,
De hadd mondjak két példát, hogy például Dubka György kollégám ungváriakat nézte meg, 1380-valahány ungvári került szovjet fogságba, és csak 24%-a, tehát egy negyede található a 700-es adatbázisban. Tehát, hogy rengetegen, tehát akik útközben meghaltak, vagy a gyűjtő, vagy elosztó táborokban meghaltak, tehát nem érkeztek ki a céltáborokig, azokról többnyire nincsen semmiféle adat. Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében körülbelül azt hiszem, hogy 4 tábor volt, vagy 5 tábor, ahol felvettek adatokat, de csak egy bizonyos időtől kezdve, és gyaníthatóan csak akkor vették fel az adatokat, mielőtt elengedték volna őket, mert általában ezek a kartonok 18 kérdésből állnak, bár vannak, amelyeknek vannak alkérdései, külön még van az, hogy nacionalnost, tehát ugye a nemzetisége, meg hogy melyik hadseregnek volt a tagja, körülbelül 80-90 ezer kartonnál csak egy vezetéknév, egy keresztnév, egy születési dátum és egy apja neve van. Ja, meg a tábor, de több nincsen. Milyenek voltak a vádak, amelyekkel elvitték az embereket? Ugye az imént hallottuk már Mencer Erzsébettől, hogy az édesapját kémkedéssel vitték el, csak 5 évvel s fogság után tudta meg, hogy egyáltalán mi volt a vád. Igen. Tehát nyilván ezek koholt vádak voltak. Na most itt azért különbséget kell tenni. Kellett-e vád? Igen, különbséget kell tenni, mert volt, akiket vád nélkül vittek el, tehát akik a Málenki robotosok, őket ítélet nélkül vitték el, tehát nem is lehet őket rehabilitálni. Tehát vagy Tolka Málenkára volt a Pátom Szkora Damoly, kicsi munka, aztán mehetnek haza, ezt mondták neki, ők a Gupfi lágerébe kerültek, viszont akiket, mint ahogy Mencer Gusztávot is koholtvát, tehát kémkedés vágyába vittek el, vagy éppen Kovács Bélát, ugye a Kisgazdavárt főtitkárát terrorszervezet létrehozásával vádolták meg, de egy más kisgazdát, Fillér Lászlót is így vittek el. Egyébként nagyon érdekes és inkább döbbenetes, ugye 39. szeptemberétől a Szovjetunió a náci Németország együtt lerohant a Lengyelországot, így Magyarország szomszédságába került a Szovjetunió. Nagyon sokan a zsidó törvények elől, meg baloldaliak átmentek az öltöttáron a Szovjetunióba, gondolva, hogy az elvtársak tártkarokkal várják őket, ehelyett jobb esetben 5 évet kaptak tiltott határátlépésért, gulágot, rosszabb esetben 25 év kémket kaptak kémkedésért, tehát hogy ők átmentek az öltöttáron. Tehát, hogy de volt ez, mondom, terrorszervezet, akkor volt olyan is, hogy nem jelentette fel a társát. Van olyan történet, hogy valaki a zöld határon átszökött, a notaszában volt még 3 név, és akkor őket gyerekek, őket is fölkeresték az iskolában, és elvitték őket, mondván, hogy ők is azért akartak átmenni, mert kémkedtek tulajdonképpen. Tehát, hogy igazából az NKVD gyártotta ezeket, hogy azt mutassa, hogy milyen fontos az ő jelenléte, illetve azért is, hogy a terrort növelje, tehát hiszen egy diktatúra csak úgy tud fennmaradni, hogyha félelemben tartja az embereket. Mindjárt innen folytatjuk, de nézzük meg, hogy mi minden lesz még a mai adásban. Tabuk és traumák. Nőként életben maradni a gulágon. Szerelem az ellenséggel. Tiltott kapcsolatok a túlélésért. Átélni a poklot. A kismarosi elhurcoltak vallomásai. Trauma és feldolgozás. Generációkon át tovább vihetőek az átélt sérülések. Az Élni muszáj című dokumentumfilm kismarosi túlélők személyes és hiteles vallomásai alapján ad képet arról, hogy a sváb származású, de magukat természetesen magyarnak valló ártatlan emberek milyen szenvedéseken mentek keresztül. Nézzünk meg most egy részletet ebből a filmből. Ott aztán bevagoníroztak bennünket, ugye ott a széles vágányokat lerakták, és onnan 11 néhány napig bezárt vagonokba mentünk, amíg kiértünk Oroszországba, de akkor már hidegek voltak, ugye, a fejünk fölött befagyott a víz, a vagonajtót néha kinyitották, és egy fél füstölt birkát dobtak be nekünk, hogy azt együnk meg, az volt a kosztunk, hát egyikünk se ette meg, ugye, mert ehhez nem voltunk hozzászokva. Mikor megérkeztünk a Szovjetunióba, és kinyitották az ajtót, és ott az emberek, akik ott álltak, bejöttek, és azt, amit mi nem ettünk meg, azt ők elvitték, azt a füstölt birkát, akkor tudtuk meg, hogy mi hova kerültünk, hogy hova jutottunk. Folyamatosan éheztek. Sokan a szemétdombokról szedték össze a krumplihéjat, volt, aki 3 év alatt egyszer sem lakott jól. Építkezéseken, bányákban, fatelepeken és kolhozokban kellett dolgozniuk a minimális felszereltség nélkül.
Rendszerint hajnalban, még sötétben történt az ébresztő, majd a szokásos számlálás után vitték őket dolgozni. Ha valaki hiányzott, annak legtöbbször az volt az oka, hogy az illető felkelni sem tudott az éhségtől és a kimerültségtől. A kismarosiak mégis keményen helytálltak a munkában, jó eszük és ügyességük valamelyest megbecsülést hozott számukra. Mégis valahogy túl kellett élni, ha az akartak jönni, túl kellett élni ezt is. Bognár Zalánt kérdezem már, hogy milyen túlélési stratégiák voltak a táborokban? Hát általában itt többféle stratégiáról lehet beszélni. Az egyik az volt, hogy eltűnni a tömegbe és elvegyünk, tehát hogy ne lógjon ki valaki, mert azt jobban dolgoztatták, jobban elővették, ez egyik volt, illetve akik társakat találtak, tehát barátokat, társakat, most hadd mondjak el egy példát, sokféle készítettem interjút, az egyik bácsom, másik interjú alanyom, öten voltak testvérek, a két fiú a szovjet fronton, az egyik eltűnt, másik tudták, a hadifogságba került. A három lányt németként elhurcolták. Egy lágerben szét akarták őket osztani más-más bányákban, teljesen összekapaszkodtak, és akkor együtt hagyták őket, és a tri sista, hogy a három nővér, hogy Csehovnak van a három nővér, és akkor ők lettek a láger érdekességei. És elmondta nekem Teri néni, hogy bizony, amikor az egyikük tifuszos lett, akkor eladta a másik két nővér, eladták az alsó szoknyáikat, hogy egy kis kenyeret vegyenek, kis tojást vegyenek, vagy tehát a bazárban a ruháikat eladták, és abból segítették, és így maradtak életbe, hogy összefogtak tulajdonképpen, tehát ez egy óriási lehetőség volt, illetve nagyon érdekes, hogy a rabok összefogtak a kinti emberekkel, akik bár a szöges zsott túloldalán voltak, de ők is a szovjet rendszer fogjai voltak, és nyilván itt a szerelmi szál majd előjön, de nekem például Lizi néni elmondta, hogy bizony eleinte, amikor elmentek ugye bányákba, először azon vitatkoztak, hogy férfiak és nők egymástán kikfürödjenek, aztán mondja a végén, hogy már teljesen mindegy volt, hogy férfi vagy nő, a túlélésért, tehát hogy konkrétan ugye nőknek is a havi ciklusuk elmaradt, tehát nyilván a szervezetek azért küzd, hogy nem a faj fenntartása, hanem egyáltalán a személy életben maradjon, és nagyon sokan érták, hogy ugye nem a gyomruk éhezett, hanem a sejtjék éheztek. Tehát most gondoljuk el, amikor éppen Menzer Gusztáv írta le, a magadáni lágernek volt a főorvosa, hogy az egyik nap 33 kilósan hozták föl a fürdőből kézben Horkai Barna, kárpátai református lelkészt a terminálishoz közel állapotban. Tehát 33 kilós férfit gondoljunk el, és azt írja, hogy segítettük az Istennek őt életben tartani, és ő aztán hazajött. Tehát félelmetes, tehát tényleg ilyen holokauszti képek jönnek az ember előtt, hiszen tényleg csontbőr emberek vannak, és amit tudnak, mindent megragadnak, hogy túléljék a túlélhetetlen tulajdonképpen. És aztán később majd igazából 47-48-tól lehet már szerelmi viszonyokról vagy kapcsolatokról beszélni, addig örültek, hogyha túlélik, illetve egyes lágereknél, mint az Örök tél című filmben is, az előfordult, hogyha a lágerparancsnoknak ugye megtetszett egyik-másik kivitt nő vagy leányzó, azzal viszony kezdett, és ő viszonozta, akkor annak jobb élethelyzete volt, és könnyebben túlélte ezeket a borzasztó időket. És ne felejtjük, hogy később azért lett nagyon sok embernek kapcsolata, mert mindig azt mondták, hogy szkoradámó, mindjárt otthon, mindjárt hazamentek, és ha valaki ezt évekkel keresztül hallja, és sose engedik el, akkor majd gondolja, hogy hát innen már az életben nem fog hazamenni. Milyen kapcsolatok szövődhettek egyáltalán? Leginkább, amiket eddig tapasztaltam, vagy olvastam, meg elmondtak, vagy leírtak, azok általában a rabok és a kint élők között volt, tehát nagyon sok olyan rab volt, illetve voltak olyan rabok, akik sok mindenhez értett, tehát meg tudott gépeket javítani, és az egy szabadabb élete volt, és ő bizony kiment akár a lágerparancsnok családján és javított ezt azt, amit meg kellett javítani, gépeket, vagy másod is elhívták, hogy javítson, és akkor ott bizony szövődtek szerelmi viszonyok, de úgy is voltak ilyen szerelmi viszonyok, hogy akik együtt dolgoztak azok között, hadd mondjam, amikor 2016-ban kint jártunk egy kisebb kutatócsoporttal Baskirjában, ott Ufa, Oktyavszki és a környező településeken voltunk, és a csoportunkban ott volt egy asszony, aki ott találkozott a féltestvérére, Juri Lapsinnal, hiszen mint kiderült, hogy az ő édesapja mielőtt hazajött volna, tehát ott szerelmi kapcsolatba került egy lett nővel, egyébként egy lett nő került oda, tehát ez fontos tudni, hogy a Szovjetunióban nagyon-nagyon keverték az embereket, és nagyon sokszor mondjuk orosz területen nem oroszok voltak, hanem bármilyen más nemzetiségűek voltak,
és egy lett nővel került szellemi viszonyba, ugye a féltestvér ott maradt, az édesapa az őt, és csak jóval később tudta meg, hogy ott neki van egy féltestvére. Ilyenkor, amikor valamelyik lágerlakó egy kintivel, hát mondjuk úgy, egy szovjet állampolgár, vagy egy szovjet nővel, vagy férfivel került kapcsolatba, akkor ezt bent a táborban, és aztán később a hazajövetelkor megvetés kísérte, vagy, hát, vagy ez nem volt ilyen problémás? Hát ez szerintem embere válogatja, de az igazság, hogy volt megvetés is, de sokan úgy voltak vele, hogy hát hogy a túlélésért, tehát hogy elfogadták, hogy hát a túlélés ezt tette. Igazából ez tényleg embere válogatja, hogy ki mennyire, mert ott mindenki túl akarta élni tulajdonképpen. Tehát ott azért nem voltak, mondjam azt, olyan szigorúak ezek a erkölcsi szabályok ilyen tekintetben. Igazából a túlélés volt ott majdnem az elsőleges. A tábor őrei részéről erőszak mondjuk a magyar nőkkel szemben? Volt, előfordult, de ritkábban. Tehát általában úgy erősz, tehát hogy mondjuk egy-egy őr szerette volna mondjuk magára tenni az egyik nőt, ahhoz nem állt kötének, akkor viszont az volt a sorsa, hogy sokkal rosszabb helyzetbe került. Tehát a bányának olyan helyére került, ahol sokkal nehezebb volt konkrétan túlélni az láger életet, ha viszont meg tényleg a vállalatója, szeretője lesz, akkor mondom, akkor akár írnoknak fölkerült, vagy éppen a konyhára került, tehát hogy bizony ez sokat számított, hogy ki hova került, hogy mit vállalt be. Megrendítő dolgokról beszélünk. Az elhurcolt nők sorsa, ahogyan már hallhattuk, semmivel sem volt könnyebb, mint a férfiak, és sőt, a nők számára sok szempontból nehezebb is volt. Most erről nézzünk meg egy bejátszást. Én úgy gondolom, hogy a túlélési esélyben ez nem annyira nemi meghatározottság dönt, hanem inkább az, hogy milyen belső ereje van valakinek. Magyarországról férfiakat és nőket is elhurcoltak a Szovjetunióba kényszermunkára. A rabokat embertelen körülmények között dolgoztatták, nemre és korra való tekintet nélkül. Kényszermunka napi 10-12 órában, hídépítés, kőtörés, ugyanúgy kellett kényszermunkát végezni, mint a férfiaknak. Itt nem nagyon volt nemi megkülönböztetés, tehát hogy ugyanazokat a munkákat kellett végezniük. Nagyon sokan megbetegedtek, és itt is ugye egy tabu kérdés, hogy ugye mi van a nőiességgel, a menstruációval. Szintén egy tabusított dolog, hogy születtek gyermekek a táborokban. Ugye vagy azért, mert már állapotos volt, amikor útnak indult, vagy pedig hát helyben. A rettenetes életkörülmények ellenére a lágerekben szerelmek is szövődtek, amelyek akár egész életre szóltak. Ez ugye a somogyvári család esetében is így történt, ugye a férjét a gulágon ismerte meg a Mária, és ugye akkor nekik megvolt az a közös, átélt traumatikus tapasztalat vagy nyelv, amin erről beszélni tudtak. Azonban, ha valaki az ellenséggel létesített kapcsolatot, arra általában kiközösítés várt. Néhányak számára mégis ez jelentette a túlélést. Nekem is volt olyan interjú alanyom, aki azt mesélte, hogy ő legjobb barátnője, akivel ugye összekapaszkodtak a megpróbáltatásokban, ott szerelmes lett a táborban, az orosz orvosba. Tehát, hogy ilyenkor még az is van, hogy a ellenség áldozat kategória is átléphető, áthágható. Hát ez tényleg emberi habitus kérdés, hogy kinek mi az, ami segít. A gulág táboraiban létrejött kapcsolatok minőségében érdekes eltérés tapasztalható a nemek között. Amíg ez fordítva inkább előfordulhat, hogy mondjuk egy hadifogságban egy férfi ugye köt egy kapcsolatot, tudunk ilyenekről is, és akkor ott kezdül életen. Hát a nők esetében ezért ez kevésbé volt, tehát hazajöttek, és abban az esetben is, hogyha kint volt kapcsolatuk, inkább a családot választották, tehát az otthoni párkapcsolatot. Ha olyan komolyan veszi a szabályait, akkor miért segít nekem? Szeretem magát. Hasonló problematikát boncol Szász Attila Örök tél című történelmi drámája is. Amit az Örök tél ábrázol, az egy teljesen reális, valós történet, ugye mindazzal a nehézséggel persze, hogy ugye ott otthon is volt párkapcsolat, és hogy ugye dönteni kellett arról, hogy hogyan tovább. A gulágról visszatérők lelki és fizikai megpróbáltatásaikról kevés alkalommal számolhattak be. A traumák pedig soha be nem gyógyuló sebekké váltak.
Amikor hazajöttek, akkor alá kellett írniuk egy nyilatkozatot, hogy mindarról, amit átéltek, nem beszélhetnek. De azért az a tapasztalat az interjúk során szűk családi körben össze-össze jártak, beszélgettek erről, amikor úgy teljes biztonságban érezték magukat. Ugye persze az iskolában nem beszélhettek erről, már a gyerekeik, és hát ugye itt is elem volt a kettős beszéd, hogy a gyerekek tudták, hogy az iskolában nem beszélhetnek arról, amit a szülők átéltek. Arról már beszélgetünk Menczer Erzsébettel, hogy a szülei a gulágon ismerkedtek meg. Arról is beszéltünk, hogy édesapja koholt vádakkal, kémkedés vágyával került oda. Édesanyja hogy került oda, milyen vádakkal? Édesanyám abitos volt, tehát az antibolsevista ifjúsági tábornak volt a tagja, és ő akkor Balatonfüredről Réfülöpre vitt volna néhány társával fegyvereket az ellenállóknak csónakon. És hát valaki besúgta őket, és ott a Balaton kellős közepén szedték őket össze az oroszok, és mindenkit elvittek. Hány évet kapott? Ő is 25-öt, és 10 év után, tehát Sztálin halála után szabadult. Mennyit meséltek önnek erről otthon a szülei? Ugye erről filmek születtek, hogy soha sehol senkinek, tehát hogy nem beszélünk erről a gyerekek előtt, mert a végén még baj lesz belőle, és hát tényleg azután, amit ott átéltek, papírt is aláírattak velük, utána azért hát nagyon nehéz megszólalni a gyerek előtt is. Hát ezt tapasztaltuk mi is otthon. Az édesanyám nagyon, ő nem mondott semmit, mert hogy 9 éves koromban meghalt. Tehát ő olyan nagyon beteg eljött haza, hogy már nem nagyon tudott bennünket fölnevelni. De addig, amíg élt, és hát nálunk is jöttek-mentek vendégek, mi csak azt érzékeltük a testvéremmel, hogy ha hozzánk vendégek jönnek, akkor nekünk be kell menni a nagymama szobájába, és nem lehet kijönni addig, amíg el nem mennek. Köszönni lehet, de aztán be kell menni. És persze minden gyerek hallgatózik, mi történik a másik szobában, és valami hottent ott a nyelven beszélgettek egymással. És kiderült, aztán a saját tanulmányainkból rájöttünk, hogy ők oroszul beszélgettek, pontosan azért, hogy nehogy belőlünk bármit ki lehessen verni, és bármivel meg lehessen bennünket vádolni, hiszen egy kicsi távol voltunk mi gyerekként, kamaszként, ifjúként a saját korosztályunktól is, mert nem nagyon tudtunk a sok-sok tiltás miatt szót érteni velük. Egészen felnőtt koromig csak azt tudtuk, hogy mit nem lehet. Hogy mit, miért nem lehetett, azt édesapám felnőtt korunkban mondta el nekünk, 1988 végén, amikor már látta a változást Magyarországon, és úgy gondolta, hogy ez visszafordíthatatlan, akkor vitte el a bátyámat és engem is Szombathelyre, is mutatta meg édesanyánk sírját. És akkor elkezdődött a szórakész története is. Ugye most azért arról van szó, hogy itt már nem azok, akik ott voltak, hanem az ő gyerekeik és unokáik viszik ezt az egyesületet, ezt a civil közösséget. Összeköti ők önöket ma is, 2022-ben is? A közös sors, a szüleik, nagyszüleik közös sorsa? Mindenki, akinek a szülője vagy nagyszülei átélték ugyanazt a poklot, amit az én szüleim is, ott egy olyan összetartás van, mint amilyen összetartás volt egyébként a rabok között is, amikor hazajöttek. Valóban édesapám ideje korán rájött arra, hogyha nem nyitja ki a szervezetet a leszármazottaknak, akkor ki fog halni a történelem, és megtanította nekünk, hogy hogyan kell elmesélni a fiainknak. Így aztán... Nagyszerű döntés volt. Kecskemétől Szibériáig, majd vissza a Debrecenbe, de csak a szerencsésebbeknek. Az útvonal, amelyet az elhurcoltaknak be kellett járniuk, és annak kezdő és végpontja következik most. Egy kis madár, amely szöges dróton áll, jelképezve a fogságból való kiszabadulást. Ez a grafika díszíti a Málenki robotra elhurcoltak emlékművét a kecskeméti téglagyár közelében, ahol először vették nyilvántartásba a szovjet csapatok által letartóztatott embereket, és ahol egészen 1946 tavaszáig működött internáló tábor. Nem véletlenül Kecskemét volt az internálás első helyszíne. A
a legfontosabb döntés az volt, hogy ezt létrehozzák. Ehhez nyilván téglaanyagra kellett, volt szükség, amelyet innen a téglagyárból közel volt. Nyilvánvalóan a gazdasági vasút közelsége is fontos lehetett, hiszen innen lehetett vagonokkal mozgatni az egyes csoportokat. És hát nyilván, ami itt történt, az annyira nem volt a város közszemléje. A téglagyár és az ahhoz tartozó munkáslakások, amelyek internálótáborként működtek, még most is láthatók a mai rendőrfalu perem területén. A gyár területe és épületei korábban a zsidók gyűjtőtáboraiként is funkcionáltak. Jól bevált eszköz volt idézőjelesen a szovjet csapatok előtt, a megszállás előtt is ez a terület a zsidók összegyűjtésére, így talán a város külső részére eső területként ezt optimális helynek tarthatták. Természetesen a téglagyár tulajdonában voltak ezek a lakások, a dolgozókat egyöntetűen ki lehetett innen azonnal telepíteni, aztán körbevonni drótkerítéssel, és gyakorlatilag itt szovjet őrök vigyáztak ezekre az emberekre. Ma már azt is tudjuk, hogy a Kecskemétről a szovjetunióbeli Nyizsnyij Novgorod körzetébe vitték az embereket. A rabok szénbányákban, ércbányákban és kikötői munkálatokban vettek részt. Erről a vagonokból kidobált levelek is tanúskodtak, melyekben üzenni próbáltak hozzátartozóiknak. A Szibériába hurcolt emberek nagy része soha többé nem láthatta otthonát, több százezren pusztultak el a lágerek poklában. A túlélők, akik sok év után hazatérhettek, hosszú utat tettek meg, mire magyar földre érkeztek. Először a Debreceni Fertőtlenítő Intézetbe szállították őket. Ezek a jegyzőkönyvek, ami a Fertőtlenítő Intézetnek a jegyzőkönyvei. Az eredeti jegyzőkönyvek 1956-ban semmisültek meg, amikor a Népjóléti Minisztérium épülete találatot kapott. A másolatok viszont megmaradtak Debrecenben. Minden sor egy-egy sors, olyanoké, akik túlélték a Málenki robot borzalmait a Szovjetunióban. Debrecenen keresztül kb. 200-220 ezer hadifogoly jött haza, de ez csak ami a Debrecenen keresztül. Ugyanis korábban már 45-ben is jöttek haza a nemzetgyűlési választások előtt, akkor egy 200-250 ezer hadifoglyot hoztak haza 45 őszén. Ez viszont még szervezetlen keretek között zajlott, nincs is dokumentálva, hogy akkor kik tértek haza. A hazaérkezőket először a fertőtlenítő állomásokra vezényelték, ahol orvosi vizsgálaton is átestek. Ezt követően kerültek a hadifoglyot átvevő bizottság elé. Itt végül is ellátták őket egy hadifogóigazolvánnyal, úti okmánnyal, amivel ingyen hazautazhattak, ruhával, kaptak először 5 forintot, majd 20 forintot segélyként, meg persze kikérdezték őket a múltjukról, megnézték, hogy mennyire megbízható politikailag, tehát ez fontos kérdés volt. Visszatérésük a társadalomba, a munkavilágába, vagy akár családjuk körébe szinte soha nem volt zökkenőmentes. Erről beszélgetünk most a visszatérésről. Mencer Erzsébet az előbb már mondta, hogy a visszatérés az tulajdonképpen a Cseberből Vederbe volt, mert hogy az itthon az nem otthon volt, hanem hát egy kommunista diktatúrába bekerültek. Utána még börtönbe is került, vagy internálásra? Az én szüleim nem kerültek börtönbe, de nagyon sok olyan politikai rab volt, aki még utána, miután hazahozták, például Vitéz Békei Kossuth-tó, aki még megjárta a Jászberényi börtönt is, és 56 tavaszán szabadult. Tehát itthon is nagyon sok mindenki börtönbe került még, és hát egészen 89-ig megfigyelés alatt állt mindegyik. 1947-ben, ha jól tudom, Rákosi Mátyás is köszönti ugye a visszatérő rabokat. Ez a 47-es kékcédulás választások egy ilyen előcsapása volt? Tehát egy ilyen választási kampány üzenet? Feltétlenül az igazság, hogy olyannyira készültek erre, hogy egy ötös bizottságot hoztak létre Sziklay Sándor vezetésével, kifejezetten propaganda céllal, hogy a hazajövők, tehát a fogságból hazajövőkből egy propagandát csinálják, hogy Rákosi elvtárs hozza haza a foglyokat. Volt olyan plakát is, illetve karikatúra, hogy Rákosi a masinista, jön hazafele a vonat, és a reakció húzza vissza a vonatot. Amikor hazajönnek, akkor alá kellett írniuk egy papírt, hogy teljes titoktartásra nem beszélhetnek semmit senkinek? Aki Gupfiről jött haza, ott ritkában van, akinek aláírtak, van, akinek csak
kint is, tehát még Máramorosz-szigeten az utolsó ellenőrző tábornál, ahol még őket politikailag is ellenőrzték meg egészségügyileg, és amikor átjöttek Debrecenben, a magyar hatóságok is lelkükre kötötték, hogy erről nem beszélnek, mert erről beszélnek, vagy rosszat mondanak, akkor visszaviszik őket. Erzsébet, hogy sikerült beilleszkedni az édesapjának utána ebbe a teljesen idegen országba tulajdonképpen? Persze magyar országként nem volt idegen, de kommunista országként nyilván idegen volt. Hogy sikerült utána a következő évtizedekben a beilleszkedés? Hát nehezen, ugye ő végzős orvostanhallgató volt, hát megmondták neki, hogy felejts el, hát ő nem lesz orvos, mert nem fejezheti be az egyetemet, és végigjárta ugyanazt a ranglétrát, mint tulajdonképpen mindenki. Elment vagont kirakodni, szenet lapátolni, és aztán egy ismerősnek a segítségével végül is aztán kórházban tudott elhelyezkedni, és gazdasági vonalon dolgozott. De hát édesapámat, amikor elhurcolták, már akkor beszélt 4 nyelven. Kint megtanult professzionális módon oroszul, és miután 63-ban megérkezett a kérelmére az ő rehabilitációs okmánya Moszkvából, sokaknak megérkezett egyébként politikai ítélteknek. Ez nem jelentette azt, hogy itthon nem másodrendű állampolgár, és nem figyelik meg, csak egy picit szabadabb lehetett a világ, így szinkrontolmács lett, és gyakorlatilag felhasználta azt a tudást, amit irodalmi nyelven is megszerzett odakint, és egészen 80 éves koráig szinkrontolmács volt. Megfigyelés meddig volt? Hát ez 88-ig. November 2. fele fájdalmas időszak a kárpátaljai lakosság történetében is. 1944 őszén a bevonuló szovjetek több mint 40 ezer kárpátaljai magyart és németet hurcoltak el. Nagy részük nem élte túl a deportálást. ...489 település, 11.723 áldozat neve. Az ártatlanok emlékét méltóképpen őrzi az emlékpark, amely az egykori szojvai gyűjtő és elosztó tábor temetőjének helyén áll. 1944 novemberéhez kapcsolódik a kárpátaljai magyarság történelmének egyik legnagyobb tragédiája. A II. Világháború végén a szovjet csapatok megszállták Kárpátalját, és 3 napos munkaürügyén mintegy 30 ezer magyar férfit deportáltak hadifogolytáborokba. Közülük több mint 10 000 sosem tértek haza. Egyetlen bűnük a származásuk volt. Hogy miért kellett elmenniük, ez a kollektív büntetésnek az egyik, vetülete. A másik vetülete pedig az, hogy attól féltek, hogy az 1944. november 24-én Munkácson összehívott népkongresszus, a kommunisták által összehívott kongresszus, megzavarhatják a kárpátaljai magyarok, svábnémetek, ezért úgy gondolták, hogy akkor inkább, kivonják a forgalomból a férfiakat, és így nyugodtan tudták megtartani a gyűlést. A 3 napos jóvátételi munkálatok helyett azonban fegyveres katonákkal kísért gyalogmenetben a szojvai gyűjtőtáborba hajtották őket. Már akkor érezték, hogy ez nem 3 napos munkára szól. A gyengélkedők, ha ilyenek akadtak, azt helyben agyon lőtték, illetve, a helyükre, hogy a létszám meglegyen, bárkit berántottak a sorba, a bámészkodó ruszinok, ukránok közül, és hát így kísérték őket Szojvára. Itt egy 8000 fős egykori magyar laktanyában összezsúfoltak több mint 20 ezer embert, és hát napok alatt, az egészségtelen körülmények miatt járványos betegség, főleg a flektifusz aratott a halál, és hát ezért tartjuk azt, hogy Szojva, ez a mi Golgotánk, olyan ez, mint a zsidóknak Auschwitz, hiszen itt naponta ezrek haltak meg. Szinte nem maradt olyan kárpátaljai család, ahonnan ne hurcoltak volna el egy apát, férjet vagy fiút. A szojvai tábor túlélőit a Szovjetunió lágereibe indították, ahol évekig raboskodtak, de sokan soha nem térhettek haza. Ezeket a lágereket kutatta fel Dubka György. Kutatásait a Magyar Gulág Gupvirabok Eurázsiában című könyvében mutatta be. Sok helyen először volt
tudtunk mi ott, mint magyarok. Maximálisan felgyűjtöttük azokat a dokumentációs anyagokat, amely egy-egy táborra vonatkozott, és hát sajnos találkoztunk olyan esetekkel is, amikor kint maradt hadifoglyokat örökös számüzetésre ítéltek valamilyen bűn elkövetése folytán. Tehát ezeknek a fiaival, lányaival is találkoztunk Szibéria, Jekatyerinburg környékén. Orosz Balázs, a Málenki robot feltehetőleg utolsó kárpátaljai túlélője, egy éve hunyt el. Ő 16 hónap raboskodás után 1946. februárjában térhetett haza. A hatnapos utazás alatt a marhavagonban enni sem kaptak. Fogsága idején sokszor az a vers adott neki erőt, amelyet még iskolás korában tanult. Most segíts magadon, hogy élhetsz szabadon. Kérjük Isten, tartsa távol a háború viharát, jobb jövő szerencse napja, árassza ránk sugarát. Ez a mi kívánságunk, legyen szép kis országunk. Mindjárunk hő imája, szálljon áldás reája, s jobb jövő a hazára. Akik mégis hazakerültek, azok nyilvánvalóan fizikai megpróbáltatások után kerültek haza, fizikai sérülésekkel és lelki sérülésekkel kerültek haza, és hogy lehetett ezt feldolgozniuk és élniük utána a magyar társadalomon, na, erről szeretnénk beszélni Kovács Emőke történésszel. Jó estét kívánok önnek! Jó estét kívánok! Hát nagyon sok mindenről volt szó, ami történelmi tény. Azt hangsúlyoznám, hogy itt a hazatérések után egy olyan közegbe érkeznek az elhurcoltak, ami hát egy merőben új közeg számukra, de ami ismételten egy diktatórikus közeg, tehát az itt élőknek sem természetes, és egyébként az éremnek két oldala van, az itt maradottak és ugyanolyan traumán mennek át az elhurcolt apák vagy testvérek, ha megérkeznek egyáltalán, akkor integrálódniuk kell még a családba is. Hát van az egyénnek a személyes sors története és a közösségeknek a személyes története, és ugye itt a két elhurcolás típus is különböző traumákat okoz, mert másmilyen egy Málenki robotos, amikor szinte egy egész falut, egy közösséget visznek el, és más, amikor fiatal lányokat egyénként elvisznek több ezer kilométerre, sajnos akár olyan szexuális abúzus is van, nemi erőszak, amin ők keresztül mennek, kint akár gyermekük is születik. Ugye 1953-ban, amikor hazajön ez a transport, aminek az emléknapja most van, elsikad az a tény, hogy 1500 férfi jön, 30 nő és két gyerek. Tehát a gulágos transporton van két magyar gyerek, akik kint születtek, és más a Málenki robotos gyerekeknek a sorsa. Nem teszek különbséget természetesen, de az időtartam miatt más, ami nekik jut, és más, ami a gulágos gyerekeknek, akiknél az a helyzet, hogy két éves korukig valahogy nevelgetik ott a táborban, vagy egy anya készült, és eteti, és ellátják, de utána általában valamilyen gyermekotthonba kerültek. És ez a magyar női történet, amit egyébként Sára Sándor, Magyar Nők a Gulágon című filmjében Hasznos Ilona elmond, és ezt azért mondanám, mert ez is egy trauma feldolgozás, hogy ő megszülik kint a gyereket, két évesen elviszik, és egy orosz doktornő neveli, aki a sajátjának tekinti, és amikor megtudja a hazatérés tényét, akkor kéri, hogy hozzák a gyereket, aki nem tud magyarul, csak oroszul tud, nem ismeri fel az anyját, de mégis végül is egy pozitív történet lesz, mert hazajön, de a gyerek végig ezen a transporton hát kioktatja oroszul a rabokat, hogy ti fasiszta, ellenálló, stb. Szóval, hogy nagyon nehéz, ez csak egy nagyon súlyos történet, és hát valóban több közös sor szövődik akár a lembergi táborban. Ugye az is elhangzik több memoárban, amik csak a rendszerváltoztatás után jelennek meg, hogy én is olyan társat választottam, aki kint volt, mert az megért engem, az érti a szenvedést, nem is kell beszélni akár róla. Ezt a közös sorsot visszük, és valahogy ezt a bánatot, ez végigkíséri az életüket, de akár nem is beszéltek róla, hiszen valóban nem is beszélhettek róla. De ezek nem voltak nagy szerelmek, ezek inkább sorsközösségek voltak. És hát itt ez a 40 év, ami kiesik a kibeszélésben, az hatalmas űr, itt a traumafeldolgozás szempontjából. Hogy lehet ezeket feldolgozni utána?
különösen, hogyha nem lehet róla beszélni, ugye aláírják a papírt, hogy nem lehet róla beszélni. Azért egymás között valószínűleg beszélhettek róla, ha a családnak nem is, vagy idegeneknek nem is. Ez segíthetett a feldolgozásban? Igen, de egymáshoz sem nagyon beszéltek. Tehát, hogy ez a rendszerváltoztatás valóban kinyit egy olyan csapot, ami után először is jönnek az írásos források, a memoárok, a női megnyilatkozók, akik elmondják ezt a sok testi megpróbáltatást, és nem teszek különbséget természetesen, a férfiak is ugyanolyan szenvedésen mentek át, de a férfiak esetében, ha az apasság meg is történik, más, mint amikor az anyától elszakítják a gyereket, és akár nem láthatja évekig. Nem állíthattak emlékműveket, nem állíthattak emléket az elhurcoltaknak, az elhunytaknak. Ugye a jelöletlen síroknak a több ezres száma, az is olyan súlyként nehezedett, hogy a barátjukat nem tudták tulajdonképpen eltemetni. Szóval az összetevődik. Öröklődhetnek ezek a traumák? Mit gondol róla, hogy a kibeszéletlen trauma, vagy akár a kibeszélt trauma is öröklődhet? Már van olyan irányzatú traumakutatás, történészeket vonnak be, amikor egy adott egyén a nehézségeivel felkeresi a szakembert, akkor megpróbálnak a történeti eseményekre is visszamenni, akár egy depresszió, vagy egy alkohol probléma, annak is lehetnek olyan gyökerei, amik a családban éveken át hurcolódnak a kibeszéletlenség miatt, a traumafeldolgozás hiánya miatt, és igen, ilyenkor sokszor nyúlnak akár történészi segítség, ez egy új, de azt hiszem, hogy nagyon hatékony irányzat. Köszönöm a beszélgetést, minden esetre azt elmondhatjuk a nézőinknek is, hogy bizony a múlt bűneit, a múlt történeteit is végig kell beszélnünk, mert hogy csak akkor lehetséges a sebek gyógyítása. Ez a műsor most minden esetre a gulágra elhurcoltak, a gulágon megtörtek, a gulágról visszajöttek, és a gulágot túléltek emlékére készült. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, és mai adásunk végére értünk. Jövő héten a közel 1000 éves múltra visszatekintő esztergomi bazilikáról és annak izgalmas történetéről beszélünk majd. Az esztergomi székesegyház az egyházi hierarchiában kezdettől Magyarország első számú nagy templomának számított. Közép-Európa legnagyobb egyházi központját készültek felépíteni. Ha az eredeti terveknek csak egy része is valósult meg, az esztergomi prímási központ monumentalitása lenyűgöző. Jövő héten ugyanebben az időben várjuk ismét önöket, kövessenek minket a közösségi médiában is, műsorunkat újra nézhetik a mediaclip.hu weboldalon és a YouTube-on is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!